Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról résztvevőket is. Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Én Takács Anasztázia vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk itt mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtt a kereskedelemben vállalkozóként dolgoztam, először üzletkötőként, majd nagy kereskedelemmel, illetve kiskereskedelemmel foglalkoztam. Mára viszont már a PPH tanulói csapat szervezése fő tevékenységem. Vas megyében Kondorfán élünk párommal, és 6 gyermekünk van. A PPH előtt én vállalkozóként könyveléssel foglalkoztam, majd a későbbiekben természetgyógyászattal. Mára viszont nekem is a PPH tanulói szervezés, csapatszervezés a fő tevékenységem, amelyet a közös vállalkozásunkban végzünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, és 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg azokra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, hiszen azok mindig úgy szoktak bekövetkezni, ezt már számtalanszor megtapasztaltuk. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet, egyetlen személy, akinek vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót, úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, akik az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeret, továbbá mindennapokban használható tudásterén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése, az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós mesterkócs! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mivel elhangzott, hogy tegeződve tartjuk a képzéseinket, lenne rögtön egy kérdésem. Ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé jelenleg tart a világ? Ezt tegye fel a kezét. Oké, köszönöm szépen. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Azon kívül, hogy rossz felé tart. És az elmúlt héten volt részem abban, hogy közelről hallgassak csak úgy embereket. Tehát ami azt jelenti, hogy emberek ott körülöttünk beszélgettek többször, és tehát nem PPH-sak, hanem teljesen vadidegen emberek. De sokáig nem tudtam hallgatni. Rossz hallgatni, amiről az emberek beszélnek, komolyan mondom. Tehát egy érdekes világunk van, és gondoljátok végig, hogyha ez így halad tovább, akkor milyen világunk lesz?
Tehát ugye nekem van egy szerencsés helyzetem, mert én megéltem azokat az embereket, akik még az 1800-as évek végén, vagy az 1900-as évek elején születtek, azok voltak az én nagyszüleim, és ők sokkal jobb állapotúak voltak, mint a mostani emberek. Sokkal. Tehát, ugye amikor én gyerek voltam, akkor az emberek még énekelve, dalolva, fütyűrészve végezték a munkájukat. Na most ritkán hallani ilyet. Nagyon ritkán. Sőt, inkább azt lehet mondani, hogy nem is nagyon. Tehát akkor még az emberek szerettek dolgozni, most meg már mintha nem szeretnének. Tehát úgy néz ki, mintha az emberek így mindenbe kezdenének belefásulni, nem? Hát a fásultság az egyébként egy igen alacsony hangulat, tehát igen rossz hangulat. De teljesen átlátható, hogy a nagyszüleim generációja még jobb állapotú volt, mint a szüleim generációja, de a szüleim generációja jobb generáció volt, mint az én generációm, tehát úgy értve, hogy jobb hangulatú. De azt is látom, hogy az én generációm jobb hangulatú volt, mint a következő generáció. Tehát egyre rosszabb hangulatok az emberek. Hát nyilvánvaló azért, mert nem az sikerül az embereknek megélniük, amit szeretnének, nem? Tehát most gondoljuk végig, mondjuk a nagyszüleim generációja, még a háború előtt nagy részben vállalkozók voltak, a mai értelemben lett vállalkozók. És a társadalomnak is itt Magyarországon a 80%-a az vállalkozó volt a II. Világháború előtt. Most megmondhatjuk azt, hogy a társadalom 80%-a az alkalmazott. Tehát az embereket sikerült rávenni arra, hogy alkalmazottak legyenek, de nagyon érdekes, mert régen ugye úgy hívták az alkalmazottakat, hogy szolgák, most meg úgy hívják az alkalmazottakat, hogy alkalmazottak. Pedig ha jobban megnézzük, akkor az alkalmazottak azok ugyanolyan szolgák, mint régen. Na most, hát ha valaki szolgaként éli az életét, akkor mitől legyen boldog? Hm? Tehát van is egy ilyen, hogyha valaki alkalmazott, akkor van szabadsága, nem? Tehát nem szabad, hanem szabadsága van. Nagyon jó a magyar nyelv, gondoljuk végig. Tehát ő nem szabad ember, csak van szabadsága. Amit ugye kiadnak neki, szabadságot adnak ki neki. Tehát ő akkor érezheti magát max szabadnak, amikor szabadságom van, nem? De gondold végig, az egy kicsit röhelyes, nem? Hogy az ember akkor lesz szabad, hogyha szabadon engedik. Nem? Tehát mikor kiadják neki a szabadságot. Tehát akkor engedik szabadon. Hogy legyen az ember jó hangulatú, ha nem szabad? Nem? Hogy érezze jól magát a bőrében, ha nem szabad? De ne csak fizikai értelembe vegyük a szabadságot, hanem vegyünk egy másik szempontot is figyelembe. Mondjuk az anyagi szabadságot. Tehát mit jelent az anyagi szabadság? Hát azt, amit szeretnél megvenni, ami pénzen megvehető, azt meg tud venni, nem? Nem azt jelenti az anyagi szabadság. De nem hitelből. Nem hitelből. Mert van egy mondás, hogyha valakinek több a hitele, mint a vagyona, akkor szegényebb a templom egerénél. Tehát a
a hitel, amikor az ember hitelből vagyonosodik, az nem vagyonosodás. Érted? Mert a vagyonosodás akkor történhetne meg, hogyha neked annyi a havi jövedelmed, hogy bármit, amit szeretnél, megvehetsz belőle. Az most egy utazás, akkor egy utazás. Ha egy ház, akkor egy ház. Ha egy autó, akkor egy autó. Ha egy ruhadarab, akkor egy ruhadarab. Érted? Tehát az az anyagi szabadság, hogyha az ember megveheti azt, amit szeretne. Nem? És mi a fizikai szabadság? Hogy oda mész, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal mész, akivel akarsz, és addig maradsz, ameddig akarsz. Tehát ez a fizikai szabadság. Persze ez kell egy anyagi szabadság is, tehát egy pénzügyi szabadság is, mert az embernek legyen elég pénze ahhoz, hogy ezt megtehesse. De nem elég, hogy legyen elég pénze, hanem olyan tevékenységet tudjon végezni, amit például, ami nincs helyhez kötve, ahol nincs mondjuk főnök, mert ha van főnök, tehát neked a munkavégzésedben van főnököd, akkor te nem vagy szabad. Ha főnököttől függnek dolgok, akkor te nem vagy szabad. Például, hogyha a főnököttől függ a fizetésed, akkor nem vagy szabad. Ha főnököttől függ a szabadidőd, akkor te nem vagy szabad. Érted? Tehát olyan foglalkozásra is az embernek szüksége lenne a szabadsághoz, ahol nincs főnök. Érted? Nincs főnök, amely korlátozna a szabadságodat. És ez nem azt jelenti, hogy a szabad ember az nem dolgozik, hanem a szabad ember akkor dolgozik, mikor akar. Érted? Nem mikor megmondják neki, hogy most mikor kell dolgoznia, mondjuk egy munkahelyen. A szabad ember az akkor dolgozik, amikor akar. És az is a szabadság része, hogy olyan munkát végez, amit szeret. Érted? Ha az ember olyan munkát végez, amit nem szeret, akkor azt muszájként éli meg. És nem lesz az illetőnek jó a hangulata tőle, hogyha nem szereti azt, amit csinál, hiszen, ha megnézzük, a legbővebb cselekvés, amire időt szánunk, az a munkánk. Tehát más dologra nem szánunk annyi időt összességében, mint a saját munkánkra. Tehát ezért a munka az fontos, hogy szeresse az ember. Amit valami olyat csinálunk hosszú távon, amit nem szeretünk, akkor hogy legyünk jó hangulatúak? Gondoljátok végig. És az embereknél sikerült elérni azt, hogy legyen főnökük, olyan munkát végezzenek, amit nem szeretnek. Aki olyan munkát végez, amit szeret, azt meg nem fizetik meg eléggé. Tehát olyan munkahely, hogy szereti is, meg is fizetik kellőképpen, az ritka. De akkor is még mindig rendelkeznek a szabadságával. Érted? Tehát gondold végig, mondjuk van egy vállalkozó, amelyik megteheti azt, hogy olyan munkát végezzen, hogy szabad, olyan munkát végez, ahol nincs főnök, olyan munkát végez, ahol, amit szeret, de akkor még mindig ott van az, hogy lehet, hogy helyhez van kötve. Tehát mi bármikor elmegyünk bárhova, mi ott tudunk dolgozni. Tehát olyan munkát végzünk, hogy a világon, bárhol végezhető. Ez 30 évvel ezelőtt nem lehetett volna megcsinálni, mert nem volt internet. És úgy végezzük a munkánkat,
hogy nincs főnökünk. Érted? És nem csak mi, hanem itt viszonylag sokan már úgy végzik a munkájukat, hogy nincs főnök. Na most, van az embernek egy ugye érdekes működése, hogy van két füle, meg van egy szája. És azon a szánkon hang jön ki, amivel ugye tudunk egymással kommunikálni. És ugye a kommunikáció azt is jelenti, hogy a másik meghallja, hogy a fülével, hogy mit kommunikálunk. Vagy éppen mi halljuk meg, hogy az ő a szájával mit kommunikál. Tehát ez egy olyan alap dolog. Na most, van még egy alap dolog, hogyha az ember szabad akar lenni, olyan tevékenységet akar végezni, ami szabadságot nyújt, akkor szükséges az, hogy jól bánjon az emberekkel. Na most, te úgy születtél, hogy jól bántál az emberekkel, mindenki úgy született. Ha most úgy érzed, hogy nem elég jól bánsz az emberekkel, akkor elrontottak ebben a kérdésben. De ha mindenki úgy született, hogy jól tudod bánni az emberekkel, csak elrontották, akkor ez tanulható. Nem? És volt egy alap dolog, képzeljétek el, azok, akik a világban jómódúak lettek, azok azért tudtak jómódúak lenni, tehát akik saját erejükből lettek jómódúak. Jó? Tehát saját erejükből. Tehát nem örökölték, nem nyerték, nem lopták a vagyonukat, saját erejükből lettek jómódúak. Azoknak kellett az, hogy jól tudjanak bánni másokkal. Miért? Mert van egy alap dolog a világban. Akkor tudsz kapni, ha olyat adsz, amire másoknak szükségük van. Érted? Tehát akkor tudsz másoktól mondjuk pénzt kapni, ha olyat nyújtasz számukra, amire nekik szükségük van. De ez nem elég, hogy az embereknek szükségük van rá, arra valamire, amit nyújtasz nekik, hanem azt, hát jó kommunikáció révén kell, hogy megismerjék. Érted? Tehát gondold végig azt, hogy kik keresnek, kik élnek ma jobban, átlagosan. Az alkalmazottak, vagy a vállalkozók, cégtulajdonosok, kik élnek jobban? A vállalkozók. Így van. Na most, de miért? Mert a vállalkozók akkor tudnak jól élni, ha ők közvetlenül olyan terméket vagy szolgáltatást hoznak létre, amit mások megvesznek. Azért mondom, hogy közvetlenül, mert az alkalmazottak is részt vesznek ilyen munkákban, csak nem közvetlenül, hanem közvetve. Ami azt jelenti, hogy egy részfeladatot megcsinálnak belőle, és mindenki egy részfeladatot megcsinál alkalmazottként, jellemzően, és a tulajdonos húzza hasznát annak. Na most, ha viszont valaki tulajdonos, akkor onnantól, és neki a saját vállalkozásában tevékenykedik, akkor ő a saját vállalkozásában húzza a hasznot. Tehát ez a lényege az egésznek, hogy megértsük, hogy ha egy egyén olyan nyújt másoknak közvetlenül, oké? Amire másoknak szükségük van, és ezt át is tudja adni, jól tudja kommunikálni ahhoz
ugye, ha jól bánik valaki a más emberekkel, akkor jól tud kommunikálni. Jó? Ez azt jelenti. Tehát jó a kommunikációja. Az nem feltétlenül csak beszéd. Tehát ha képes egy ember arra, hogy egy szolgáltatást vagy egy terméket, amit létrehoz, átadja másoknak, mondhatjuk azt, hogy idézőjelben eladja másoknak, oké? Akkor az összes hasznát annak a vállalkozásnak ő teszi zsebre. Világos ez? Na most, ha alkalmazottakat alkalmaz, akkor az már azok csökkentik a vállalkozásának a hasznát. Nézzük tovább. Ha kicsit följebb kellene nyomni a lemezt. Jó? Köszönöm szépen. Az nem az internet. Az csak valami bezavart. Na mindegy, most úgy csak el. Ha kell, előszedem. Szóval, hol tartottam? Ott tartottam, hogy a vállalkozó az teljes egészében a hasznát saját zsebbe rakja. Ha alkalmazottakat alkalmaz, akkor a haszon az már csökken. Ha például reklámoz, ami pénzbe kerül, akkor a haszna megint csökken. Világos ez? Ha bekapcsolt, hogy miért, nem tudom. Valószínűleg miatt. Jó, tehát hogyha például mondjuk olyat is csinál, hogy beiktat valami kereskedőket, akkor azoknak, tehát azok is elviszik a hasznot. Tehát ha az ember okosan gondolkodik, mint régen, tudom én mondok példát, nagyapám a második világháború előtt cipész volt. Tehát saját cipész műhelye volt. Oké? És ő minden hasznát saját maga. Nem volt alkalmazottja, nem volt kereskedője, a saját hasznát maga rakta zsebre. A másik nagyapám, az kis birtokos volt, ilyen 20-valahány holdon, holdja volt. Állatokat tartott, földet művelt a családjával. Ezért alkalmazottak nem voltak, minden hasznot ő rakott zsebbe. Világos, ez régen működött. Tehát ez a normális működés. Amikor az ember hasznát a saját maga és családja számára hozza létre. Érted? Na most, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ehhez, hogy az ember ezt meg tudja csinálni, csak egyetlen dologra van szükség. Illetve kettőre. Kell egy jó termék, vagy egy jó szolgáltatás. Oké? Ez az egyik. A másik, hogy jól kell tudni bánni az emberekkel. Miért? Hogy ne kelljen reklámköltséget fizetni, ne kelljen alkalmazottakat fizetni, stb. Stb. Jó? És ahhoz a területhez valami kis szakértelme legyen természetesen. Tehát akkor mondjuk három dologra van szükség. Jó? Tehát kell valamilyen szakértelem, kell, hogy jól bánjon az emberekkel az ember. Jó? És mi volt a harmadik? Ja, a szolgáltatás vagy a termék, az olyan legyen, amire az embereknek szükségük van. Jó? Na most, itt van a világunk. Hát mi várható a világban? Beszéljünk erről egy kicsit, jó? Tehát nem tudom, észrevetted-e, hogy egyre több kamera van a világban. Egyre jobban megfigyelnek mindenki. Tehát úgy ámblok. Régen nem volt olyan, hogy új lenyomatot kellett adni, hogyha személyigazolványt csináltad. Jó? Tehát most már még ugye azt is kell. Tehát mindent kontrollálni akarnak. Szerinted ez vissza fog fejlődni,
majd tovább fog fejlődni. Tovább fejlődni. Meddig? Most gondold végig, mondok példát, jó? Nekem volt egy ismerősöm, aki a kémelhárításban dolgozott. Jó? Egy rokonunk. És lényeg az, hogy képzeld el, a 90-es években mesélt arról, hogy a tévében az a LED. 90-es években még milyen tévék voltak? Csöves. A tévében a LED, LED-et be tudták kapcsolni, hogy kameraként működjön. Érted? Tehát mikor az a LED világított, akkor táv vezérlően, tehát ugye a hálózaton keresztül be tudták kapcsolni, hogy az kameraként működjön. Tehát ugye ez a stand-up mód, vagy mi a manónak hívják, stand-by mód, nem stand-up, stand-by módba, amikor ugye a távirányítóval kikapcsoltad, de nem nyomtad ki a teljes kikapcsolást, vagy nem áramtöltötted le a készüléket, akkor már a tévék úgy voltak megcsinálva, hogy kameraként tudott működni. Érted? Akkor már ilyen technika volt. Ez tényleg így volt, mert ezt tapasztaltam is, hogy elmentem egy ismerős, akinek szálloda tulajdonos volt, és bevitt egy ilyen szobába, ahol egy csomó kamera volt. Nem kamera, monitor. Csomó monitor. És ugye a folyosók, stb. Az olyan helyiségek, ami nem ilyen intim, minden látható volt. És én mondtam neki, hogy én darab kamerát nem láttam, hogy a Manóba. Azt mondja, hogy de láttál mozgásérzékelőket. És az összes mozgásérzékelőn keresztül, tehát a mozgásérzékelők egyben kameraként is működtek. A 90-es években. Érted? Nem kellett látványos kamera, sehol nem volt, csak mozgásérzékelők voltak. Ugyanolyan mozgásérzékelők, mint a többi. És azok voltak a kamerák. Most gondold végig, azóta eltelt, ez a 90-es évek második fele volt, azóta eltelt több mint 25 év. Mennyit fejlődhetett a technika? Jó, akkor ha esetleg ugye ilyen nézed az összeesküvés elméleteket, amik nem elméletek, hanem igazából összeesküvés az emberek ellen, akkor láthatod azt, hogy mit tudom én mondjuk, azt kiszabadítanak vírust. De ezt hallottad is, mert így kezdődött a Covid, hogy kiszabadult Wuhanba, vagy hol a jó Istenbe, Kínába. Érted? Tehát ezt akkor elmondták, utána már erről hallgattak, csak az elején mondták el, tehát az elején valaki nem figyelt, kellőképpen akkor nem tudta, hogy Wuhanból kiszabadították a vírust. És akkor totóztak azon, hogy kik szabadították ki, a franciák, vagy a kínaiak, vagy kik voltak azok. Tényleg ez még akkor, mikor itt még nem is volt még zárlatunk, tudod, hanem a zárlat előtt. Tehát 20 legévelején, 19 év végén beszéltek erről. És akkor már ugye Kínába elindult a Covid. Utána mondom, nagy csönd volt ebben kapcsolatban. Tehát gondold végig, egy olyan világot élünk, ahol az emberekre rászabadítanak vírusokat. Ha egy kicsit utána néz az ember ezeknek a dolgoknak, akkor az ebola is kitenyésztett vírus. Oké? Ami sokkal brutálisabb, mint a Covid. És azt már hány évtizede kitenyésztették. Jó? Tehát van egy tervezet, ezt azért jó, ha az átlag ember tudná. A tervezet az, hogy minek ennyi ember. A hatalomnak a tervezete. Nem a politikusoké, hanem a globális hatalomnak a tervezete. Érted? Tehát akik a bankok, a világ pénzintézetei mögött vannak emberek.
Ilyen családok, hogy Rothschild, Rockefeller, Warburg, akkor Windsor, akkor Romanov, Kennedy, így van, stb. Stb. Ez 13 család. De ezek a világ urai. Ezeknek a tervezetében az van, hogy bőven elég lenne 500 millió ember. Érted? De nem lehet falhoz állítani az embereket. Hát el kell követni mindent, hogy az emberek azok természetes halálban maguktól meghaljanak. Érted? És akkor rá lehessen fogni, hogy természetes halálban meghaltak. Én végignéztem, tehát egyik nap még influenza oldal volt, másnap már Covid oldal volt. Az állam által patronált oldal, ahol lehetett nézni a Covidnak az alakulását. Azt is, hogy hányan haltak meg. Én ezt végignéztem abban a tudom én, egy-két évben. Érted? És gyakorlatilag azt mondták, hogy hányan haltak meg Covidba. Igen, de én egyetlen egy olyan embert nem láttam, akinek nem volt más betegsége. Érted? Tehát egy se volt olyan, akinek ne lett volna más betegsége is a Covidon túl. Érted? Legalább egy. De a legtöbb, aki meghalt a Covidban, olyan volt, hogy 4-5 vagy még több betegsége volt. Érted? Egyszerre. És a Covid rátette az ígyre a pontot. Persze. Tehát, de erről nem beszéltek. Érted? Nem volt róla szó, pedig ott volt, le volt írva, meg lehetett nézni. Kivetítettem annak idején, le is tiltották a YouTube-on ezeket a videóimat. Oké? Egész évet ki kellett törölnöm, mert azt mondták, hogyha még egy videó ilyen van, akkor kész. És annyi volt, hogy csak jelentgettek be, hogy ebbe is van olyan tartalom, meg abba is. Le kellett törölnöm, egy teljes év anyagát le kellett törölnöm a YouTube-ról. Jó, tehát gondoljátok végig, ide jutottunk, hogy ezt csinálják. Érted? Hogy az emberekre rászabadítanak mindenféle dolgot. Vírusokat, baktériumokat, érted? Hogy hadd pusztuljanak. De ehhez azt mondjátok, hogy ó, hát majd az immunrendszer védekezik. Igen, ha jó állapotban vagy. De elérik, hogy az emberek ne legyenek jó állapotban. Egy csomó módja van annak, hogy hogy érik el, hogy az emberek ne legyenek jó állapotban. Ha ez most elkezdenénk belemenni, akkor nem lenne elég az előadás. Jó, azért nem megyünk bele most. Tehát csak azt lásd, hogy hova megyünk. Tehát van egy trend, például pénzügyileg. Egy olyan trend, a coinok, élükön a bitcoin, ugye azok, hogy hívják más nyelven? Kriptovaluták, igen. Kriptovaluták, ugye először a bitcoin volt, mennyi ideje ment? 1-2-3 éve ment, mikor én megismerkedtem vele. És azt mondtam, hogy hogy a manóba nem hagyja, hogy a manóba hagyja az állam a coinokat. Hogy a manóba hagyja? Most már kiderült, miért hagyja az állam. Hát ebből tanul. Mert ilyen formában szeretnék a jövőben a pénzt helyettesíteni. Érted? Tehát nagyon érdekes ugye az egész világ, mert mit csinálnak? Minden pénzügyi tranzakciót kontrollálni akarnak. De a coinokban nem tudnak. Ott nem tudják a pénzügyi tranzakciókat ellenőrizni. A coin az titkos. Ami azt jelenti, hogy a világon, mióta vannak coinok, főleg a bitcoin, abban mentik a bűnözők a pénzüket. És az állam hagyja. Érted? A tisztességes banki formákat azt mindent ellenőriz. A coinokat nem. Nem érdekes? De tudjuk, hogy miért nem. Azért nem, mert tanul az állam. Most tanulja meg, tanulnak az államok, most tanulják meg, vagy inkább nem is az államok, hanem a háttérhatalom. Tehát a globális hatalom.
tanul, hogy hogyan lehetne majd megoldani azt a pénztelenséget. Érted? Azt, hogy ne kelljen pénzt nyomtatni, és virtuális pénz legyen, mint a coinoknál. Érted? Ezt tanulja. Nem az államok tanulják, a háttérhatalom. Mert úgyis a háttérhatalom határozza meg, hogy mikor kellene erre majd áttérni. Érted? És az emberek segítik ezeket a dolgokat. Tehát akkora a tudatlanság, hogy az emberekkel azt csinálnak, amit akarnak. Hogy segítik? Azt, hogy mindent elhisznek. Elhitték azt, hogy bele lehet halni a Covid-ba. Persze, voltak, akik belehaltak, ez nem kérdés. De amúgy is előbb-utóbb azok lehet meghaltak volna. Annak a nagy része. Jó, tehát elhiszik azt, hogy az a jó, hogyha minden készpénz mozgás nélkül működik, érted? És mindenki áttér a készpénz nélküliségre. És akkor ha áttérnek szépen az emberek a készpénz nélküliségre, akkor be lehet vezetni a virtuális pénzt. Azzal tudod, mi a baj? A virtuális pénzzel. Hogy az értékét, mint a bitcoinnál, ugye a bitcoin ott van a tőzsdén, és semmi nem mozog így napi szinten, érted? Mint a bitcoin. Tehát a tőzsdén, nézzétek meg, ha nem hiszitek el, a legjobban a tőzsdén a bitcoin mozog. Oké? A többi összes tőzsdei termék, idézőjelben, azok közel nem mozognak úgy. Napi szinten egy kicsit, érted? Ezeknek ilyen mozgás. Ami azt jelenti, hogy úgy határozzák meg majd a pénzértékét, ahogy akarják. A virtuális pénzértékét. Érted? Tehát gondold végig, valaki nem szimpatikus neki, akkor azt mondják, hogy hónaptól már neki csak nincs pénze. Kész, ennyi. Erről filmek születtek már régebben. Még a 90-es években születtek erről filmek. Érted, hogy a bankszámlájukat embereknek hogy nullázták le? Nem dokumentumfilm, film. Persze. Szóval, milyen világ várható? Tehát azt kellene megérteni, ez egy természetes emberi tulajdonság. Minél több valakinek a vagyona, minél nagyobb a hatalma, annál jobban félti a vagyonát és a hatalmát. És ez félelem. Érted? Félelem. És félelmében az ember pánikol, és hülyeséget csinál, mert mindenkiben ellenséget lát. Érted? Így működik. És a hatalmon lévő ez a 13 család, ezt úgy értsd, hogy ez a 13 család, ez kb. 7000 ember. Tehát ezek dinasztiák. Érted? Tehát nem pár száz emberről van szó a 13 családban, 7000 emberről. Érted? Ez a 7000 ember a világ urai. Érted? És gyakorlatilag nekik az a jó, hogyha ők minél gazdagabbak, a többiek meg minél szegényebbek. Most gondold végig, az ember úgy működik, hogy egy bizonyos hangulat alatt, például a fásultság, amikor az emberek belefásulnak, akkor már nem mennek kitüntetni. Nem mennek ki törni, zúzni. Érted? Munkaerőre úgyse nagyon lesz szükség, mert a robotok, a gépek mindent megoldanak. Érted? Nyugodtan bele lehet az embereknek fásulni. És egy belefásult embernek nem hosszú az élete. Hamar földobja a talpát. Na, egy ilyen világ felé megyünk. És miért? Mert az emberekkel mindent el lehet hitetni, és kivel lehet mindent elhitetni? Hát, aki nem képezi magát. Tehát, aki nem használja az agyát. Tehát ez úgy működik, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy van egy fajta működése az embernek, hogyha jó hangulatú, akkor tud csak gondolkodni, ha rossz hangulatú egy ember, akkor nem tud gondolkodni, hanem ösztönlény.
és beprogramozzák az ösztöneit, beidomítják az embert. Szó szerint. És akkor idomított emberként működik tovább, és nem gondolkodik, mert be van idomítva. Tehát egy rossz hangulatú ember, akármilyen hihetetlen, ez nem sértés, így működünk. Idomítható. Oké? És minél rosszabb hangulatú egy ember, annál jobban idomítható. Azért mondom az idomítást, hogy tudjad viszonyítani az állathoz. Szó szerint ugyanúgy, mint az állat, idomítható. Oké? Én idomítottam már kutyát, Bernát Hegyink volt, az az egyik legokosabb kutya, ezért könnyű volt idomítani. Képzeld el, egy ekkora darab virslivel megtanítottam neki, úgyhogy fő volt kockázva, ilyen is szeretekre, és megtanítottam neki arra, hogy ülj, fekszik, érted? Ezt a két vezérszót, hogy ülj, meg fekszik. Érted? És ekkora darab virslivel. Meg lehetett tanítani. És mit kellett csinálni? Csak ugyanazt kellett mindig, minden alkalommal csinálni, amire ő azt megtanulta. Ugyanezt csinálják az emberek idomításával. Gondold végig, a Covid nem ennyi ide. A média nem szólt másról. Csak a Covidról. És hogy az emberek féljenek. És az idomításnak ez a lényege, hogy sokszor el kell mondani ugyanazt. Érted? Vagy sokszor csinálni kell ugyanazt, és akkor az emberek idomulnak hozzá, idomítottak lesznek. De ahhoz rossz hangulatúnak kell lenni. Azt pedig el lehet érni, hogy rossz hangulatúak legyenek az emberek. És onnantól kezdve elérik azt, hogy belefásuljanak, akkor már nincs olyan, hogy érdeklődés egyéb dolgokra, nincs olyan, hogy szellemileg kinyílik az ember, nincs olyan, hogy megnyílik a harmadik szeme. Fásultságban már nincs ilyen. Akkor ott kopogtat a halál. De előtte természetesen ilyen-olyan betegségek, balesetek esetleg, egyéb más problémák is természetesen, családi, anyagi, stb. Stb. Hiszen gondolkodni már az illető nem tud, csak ösztönből működik, amit megélt, annak alapján tud valamilyen szinten működni. De hát a jövő az sose olyan, mint a múlt. Tehát egy ilyen világ felé megyünk. És ezt át kellene látni mindenkinek, hogyha nem tudatosodik, akkor nagy bajba fog kerülni. Nem csak ő, hanem az emberek tömegesen nem tudatosodnak, akkor az egész emberiség. Mert az, hogy egy páran tudatosodnak a bolygón, mit tudom én mondjuk, tudatosodik a 1000-elék, vagy 1 10000-elék, vagy 1 100000-elék, érted? Semmi. Az semmi. Tehát ez úgy működik, hogy először is a bolygónak a 4%-ának tudatosodni kellene. Azt, ha megnézzük, az 640 millió ember. Ja nem, 320 millió, bocsánat. Ennyinek kellene tudatosodni. Hogy hatást gyakoroljanak a környezetükre. 320 millió ember. Ez az alap. Ha 4% nem tudatosodik, akkor ezt a bolygót le lehet húzni a vécét. Egész emberiséggel. Tényleg. Érted? És ez úgy működik, tehát ha megnézed, a 4% az a 20% 20%-a. És ez tényleg így van, tehát 4% most azonnal képes lenne tudatosodni. Tehát 320 millió ember a bolygón most azonnal képes lenne tudatosodni. És mit jelent a tudatosodás? Csak visszakapcsolom nektek, lássátok. Na valami megzavarta, valami wifi, azért nem látjátok. Mindjárt visszakapcsolom. De ugye az is wifi-vel megy ez. Az. Jó? Hogy vagyunk. Hát úgy kikapcsolt, hogy hogy ott ki kellene kapcsolni. Ah, igen, hogy vissza. Jó, tehát a legutolsót. Tehát itt bent, gyere be. Tudod, a múltkor már kikapcsoltad. Jó? Én innen nem férek hozzá.
Tehát a leg... ami ide fölmegy, melyik? Várja, melyik megy föl? A fekete. Igen, a feketét ki... Nem. A fehéret. A fehér. A vékony fehér zsinór. Azt ne kapcsold le. A vékony fehér zsinórt kéne kihúzni, azt a másodikat. Ezt? Ezt. Ezt itt. Ja, várj, megvan. Jó? És akkor azt kéne visszadugni. Várj egy pillanatot, még ne húzd ki. Jó? Most. Most. Na jó, addig, míg ez előjön, addig beszélek tovább. Jó, szóval lényeg az, hogy csak dugd vissza, és akkor beindul. Köszönöm szépen. Szóval tudatosodni kellene, és mondom, erre képes lenne ennyi ember a bolygón, mert így működik az emberiség 4%-a. Mit jelent az, hogy 4%? Tehát a 4% az nyitott a szellemi fejlődésre. Jó? Csak nem találtak még olyan lehetőséget, ahol a szellemi fejlődésüket tudnák gyakorolni. Miért? Mert a szellemi fejlődés eddig a bolygón, míg mi nem voltunk, az szétszórt volt. Ami azt jelenti, hogy nem tudták, egyetlen egy szervezet sem tudta eddig megcsinálni rajtunk kívül, hogy a tudást összehozza egy helyre. Ezért úgy tanultak az emberek, hogy valamit itt tanult, valamit egy másik szervezetnél, egy következő dolgot a harmadiknál, egy másik következőt a negyediknél, és ráadásul ez baromi sokba került az embereknek, mint például anno annak idején nekem is, én a saját tudásom fejlesztésére anno annak idején több millió forintot költöttem el, nem sajnálom, most ne értsétek félre. Jó, tehát megnézzük. Jó, visszakapcsolom, most megnézzük. Szóval a 4% az nyitott. És ez mindig úgy működött, hogy a 4% az mindig nyitott volt, bármire, mondjuk egy technikai fejlődésre. Emlékezz mondjuk a színes tévé, vagy először a fekete-fehér tévé, majd a színes tévé, majd a videó, majd a DVD, de mindig a 4% volt ilyen dolgokra nyitott. Tehát a fejlődésre, a haladásra mindig a 4% volt nyitott. Tehát 100 emberből 4 mindössze, nem több. És a 4% az, amelyik továbbadja a környezetében a többieknek, mindig is így volt, jó, most már működik, megnyitom. Azt mondja, hogy ez az. Jó. És akkor azt jelenti, hogy mondom, a tudás a szana szét volt szétszórva, és nem volt egy helyre koncentrálva. És ugye elhangzott a bemutatóban egy olyan rész, ami magamról szólt, és itt benne volt egy olyan dolog, hogy 4 különböző területen sikerült a vezetésemben piacvezetői pozíciót elérni. 3 abból anyagi terület, pénzügyi terület, tehát 3 pénzügyi terület, az anyag, és most itt a szellemi téren, amit csinálunk, ebben piacvezetők vagyunk. És ugye volt szó róla, hogy egy kalap alá hoztam az anyagi dolgokat és a szellemi dolgokat, ilyen még nem volt a bolygó történetében. Ami azt jelenti, hogy jártas vagyok az anyagi természetű dolgokban is, hiszen piacvezető voltam 3-szor különböző területeken, és jártas vagyok a szellemi dolgokban is, de abban is piacvezetők vagyunk. Jó, tehát az anyagi természetű dolgokban is sikerült piacvezetők lenni. Meg a szellemi téren is. Ugye mit jelent a szellemi tér? Az a tudás. Jó? Tehát amit most csinálunk, ahogy csináljuk, megelőztünk mindenkit. Jó? És nézzük tovább. Hoppá, nem ezt, hanem ezt. Tehát sikerült megcsinálni 2010-től azt, hogy az emberek túlmentem. Hova lett? Ott volt. Jó.
itt van, hogy az emberek ezeken a területeken tudást kapjanak. Ezt lehetne mondani, hogy régebben ez 10 cégnél tudtad megkapni ezt a tudást. Oké? Tehát, hogyha azt akartad, hogy ezekkel kapcsolatban tudásod legyen, akkor el kellett menni egymás után természetesen 10 cégnél tanulni. 10 különböző szervezetnél. De azok cégek természetesen. Jó? Na, nálunk ez egy helyen megtalálható. Az, hogy ezeken a területeken boldogulj. Tehát itt benne van az a tudás is, itt a 10., hogy honnan vagyunk. Tehát onnantól tanítottam ezt a dolgokat, képzeljétek el, erről is volt szó, hogy kapok fentről információkat. És sehol máshol nem hallhattál még olyat, hogy mi emberek hogy jöttünk létre, a lelkünk hogy jött létre, és hogy jött létre maga a teremtés annak idején. Ez most úgy értsd, hogy ez annyi milliárd évvel ezelőtt, amit számukban nem lehet kifejezni. Érted? És odáig visszatanítottak, hogy ez hogy volt. Érted? Nem emberek, információban megkaptam. Jó? Tehát én le tudok. Van kommunikációm a fentiekkel, és megküldenek információkat. Jó? Na, szóval lényeg az, hogy és az, amit tanítok, akik ugye régebben itt tanulnak, azok tudják, hogy az reális, amit tanítok. Tehát úgy reális, hogy logikus. Tehát amiket tanítok, az logikus. Tehát nincs benne semmilyen logikátlanság. És nincs benne olyan, ami nem reális. Érted? Na most. Nézzük tovább. Tehát itt van ez a 10 terület. Ez azt a célt szolgálja, ha ezeken boldogulsz, hogy jó hangulatú legyél. Egy jó hangulatú ember már is nem manipulálható, már is nem idomítható. Érted? Tehát aki az élethelyzeteit helyesen kezeli, az nem manipulálható, nem idomítható. Oké? És aki jó hangulatú, az tud segíteni másoknak is abban, hogy ők is fejlődjenek. Ez egy fejlődés. De nézzük meg a fejlődést más szemszögből. Itt van. Van 7 szintje az emberi fejlődésnek. És ha megnézed, a társadalom nagy része ezen a 2 lelki szinten van. Tehát a lelkünket kell fejleszteni. Tehát ezért vagyunk a bolygón, hogy a lelkünk fejlődjön. Neked valószínűleg minimum több 100 millió éves lelked van. Érted? De inkább azt mondanám, hogy évmilliárdokban mérhető. 1,5 millió éve a világegyetemben nincs lélekteremtés. Akkor indították el 1,5 millió éve a Föld projektet. Tehát akkor telepítették ide először az első emberiséget. Ez a 2 időszak párhuzamos egymással. Jó? Na most, tehát a lelkünk azért van itt, a testedben, hogy fejlődjön. És a lelki fejlődésnek van 7-es szintje. És a végeredmény az, megnézzük ezt a lelki szinteket. Jó? Tehát ez a túlélés, vagy a 2-es, a biztonság lelki szinten van az emberiség nagy része. Csak az a baj, hogy ez nem ad boldogságot. A valahova tartozás, az már egy magasabb lelki szint volt, ha visszaemlékszel, az a 3-as. Az éri el, aki egy pozitív közösséghez rendszeres jelenlétével tartozik. A 4. lelki szintet, az az elismerés lelki szintje, az jut fel, aki képes teremteni és rendszeres elismerést kap és ad másoknak természetesen. Tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel, hát itt már ez saját csapat nélkül nem érhető el. 5-ös önmegvalósítás lelki szintet az éri el, aki képes teremteni, az embereknek át tudja adni a tudását,
magasabb szinten tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Ez sem érhető el saját csapat nélkül. Hatodik lelki szint, küldetés lelki szintje az éri el, aki képes teremteni és emberekkel szeretetben, békében együttműködni. Saját csapat nélkül nem érhető el. És van a hetedik lelki szint, az juthat fel, aki képes teremteni ugye a beteljesülés lelki szintjére. Képes teremteni és feltétel nélkül szeretetben, békében együttműködni az emberekkel. Saját csapat nélkül nem érhető el. Jó, tehát ezt azért raktam ki, hogy lássátok, igaz? Lássátok, hogy fel kellene jutni, ezért vagyunk itt a bolygón. Csak az a baj, hogy a legtöbb ember magától nem tud feljutni. Mi az a legtöbb ember? Az emberek 99,1%-a magától nem tud feljutni. Érted? Miért nem? Mert elnyomók vesznek körül minket. Minden ötödik ember a bolygón elnyomók. Érted? Minden ötödik ember, körülöttünk minden. Itt nincsenek. Jó, legalábbis reméljük. A tanulók közt nincsenek. Ami azt jelenti, hogy azok keményen tesznek azért, hogy a többiek ne fejlődjenek. Érted? És az ember úgy működik, a szociális ember úgy működik, hogyha éppen elnyomják, akkor elveszti a tudását. Tehát hiába tanult, hiába fejlődött, elveszti a tudását. És ezért ugye az emberiség nem tud töretlenül fejlődni. Ahhoz, hogy töretlenül fejlődjön az emberiség, ahhoz létre kellene hozni a szeretett kort, az aranykort. Azt pedig 2035-ig kellene megcsinálni. Tehát van egy menetrend. 2035-ig aranykornak kell lenni, ami azt jelenti, hogy az emberek képesek szeretetben együttműködni. Érted? Még ez nem feltétel nélküli együttműködés, tehát az azt jelenti, hogy a küldetés szintjére fel kellene jutni 2035-ig. És azok jutnak be az aranykorba, akik megérdemlik, hogy bejussanak. Érted? És a fentiek elrendezik az elnyomókat. Ezt ők vállalták. Jó? Tehát azt is tisztában vagyok ezzel, hogy, hogy miként merre meddig. Jó? Tehát elrendezik az elnyomókat. Ami annyit jelent, hogy maradnak a szociális emberek, és a szociális emberek annak ellenére, hogy nem lesz elnyomó, még mindig elnyomást fognak létrehozni, mert a szociális ember olyan, hogy valami emlékezteti egy múltbéli elnyomásra, és bekattan. És elkezd úgy működni, mintha éppen elnyomásban lenne. Közben nincs, mert elnyomó nincs, csak valami emlékezteti rá. Sok az a szociális emberek jó része így működik egyébként, sajnos. Tehát ezeket meg kellene tanulni addigra, hogy ne így működjünk. Tehát ne csináljuk azt, hogyha valami emlékeztet egy múltbéli elnyomásra, akkor bekattanjunk és elkezdjünk úgy működni, mint a múltban, amikor az elnyomást kaptuk. Tehát ha most nincs elnyomás, akkor miért kellene úgy működni most, mint amikor volt elnyomás? Világos ez? Jó, tehát ezeket meg lehet tanulni. Tehát ezekben a képzéseinkben ezek meg vannak tanítva. Az egész emberi működés meg van tanítva, hogy hogy működik az ember. Az ember az három részből áll. Nem egy részből állunk. Van a testünk, és van az elménk, és van a lelkünk. A lelkünk. Érted? Az is itt van persze, a fejünkben. Tehát a lelkünk, tehát a lélek is a fejben. Nem a szívben van a lélek, a fejben található. Jó? Tehát egyébként itt található középen. De ne gondolj nagyra, egy lélek, egy emberi lélek születésénél fogva borsó nagyságú. Nem bors, borsó nagyságú. Tehát ilyen picike. Jó? Ha fejlődik, akkor a térfogata nő. Jó? Ezért látni időnként olyan lelkeket, ami már mondjuk ilyen gömb ekkora nagyságú. Tehát vannak, akik ilyeneket tudnak érzékelni, vagy vannak technikai eszközök, amelyek ezt le tudják fényképezni. És nem fényviszonyok, mert nem voltak fényviszonyok. Jó?
hanem megjelennek az olyan lelkek, amelyiknek már sokkal nagyobb szintű a tudása. És akkor képzeld el, a legnagyobb lelkek a világegyetemben az mondjuk egy ilyen helikopter méretűek. Érted? Gömb alakban. Annyi tudással rendelkeznek. Tehát a tudás növeli a léleknek a méretét. Tehát születésünknél fogva borsó nagyságú a lelkünk. Jó? Hát valószínűleg azért most már egy kicsit nagyobb, legalábbis reméljük, de szerintem sok embernek a mai napig is felnőttként is borsó nagyságú. Ja, nem, nincs tudása, nincs tudás. Tehát a szakmai tudás az nem tudás. Jó? Tehát ha valami szakmát használ, azt betanították, tehát az nem növeli a lelket. Tehát a lelket az növeli, hogy hogyan bánsz az emberekkel. Érted? Tehát a szeretet alapon való működés növeli a léleknek a méretét. Súlyát nem növeli, csak a térfogatát. Na? A léleknek nincs súlya. Tehát amikor tanítják ezt, hogy megmérték, és mit tudom én, hány gram, amikor kiszállt a lelke, nem a lélek szállt, vagy kiszállt a lélek, de nem annak volt súlya, hanem az életenergiának. Jó? Csak összekeverik ezeket. Szóval, lényeg az, hogy csináltunk képzéseket, 2010 óta csináljuk a képzéseket, nem véletlenül vagyunk ezen a területen piacvezetők, és visszatérünk oda, jó? Van 26 nagy témánk, hát 26. Egy téma, most például éppen a egészségteremtő coachképzésünk van, a coach azt jelenti ember és életjobbító, és a 6. hónapját csináljuk. Egy hónap az 30 óra képzés, tehát lassan a 180 óránál vagyunk. De még nem ott, a 150 és 180 között. És gondold végig, 26 témánk van, és a legrövidebb téma is 2 hónapos volt mostanában. De volt olyan témánk, ami 8 hónapos volt. Tehát ami azt jelenti, hogy keresd még egy olyan iskolát, ahol mondjuk 9 évig tudsz tanulni. Van egy itt nálunk, rajtunk kívül keres. Nincsen, bolygószinten nem találsz még egy olyan iskolát. Tehát gondold végig, 9 évnyi tudás van. Azért az nem semmi. Jó? És ugye az emberiség nagy bajba kerül, ha nem fejlődik. Tehát ez a 1,5 millió éve indult projekt, ez 2012. december végével lezárult volna, ha nem látták volna azt, hogy nagyon sok a jó ember. És ezért adták 2035-ig a további határidőt, hogy az emberiség fejlődjön és aranykort hozzanak létre az emberek. Hozzunk létre, inkább úgy mondanám. Jó? Tehát aranykort hozzunk létre. Az a szeretetkor. Ahol az emberek szeretetben, békében együttműködnek egymással. Jó? Most gondold végig, milyen jó lenne egy olyan társadalmi forma, nem utopisztikus, ahol az emberek képesek szeretetben, békében együttműködni. Nem utópia. Hát azért nem tudunk, tehát ott, ahol az emberek nem boldogok, azért nem boldogok, mert jelen van az elnyomás. És bőszen tevékenykednek az elnyomók. Érted? Tehát te nem magadtól vagy boldogtalan. Nem magadtól nem élvezed kellőképpen az életet, hanem azért, mert az elnyomók dolgoznak azon, hogy ne élvezd. De ez a mindennapokban lévő elnyomókról is szól. Nem csak a hatalomban lévő elnyomókról. Minden 5. ember a bolygón elnyomó, csak valaki kevésbé, van, aki jobban, van, aki nincs hatalomban, van, aki van hatalomban elnyomóként. És az a baj, hogyha a hatalomba kerülnek az elnyomók, mert akkor társadalmi elnyomás következik be. Jó, és minél nagyobb a társadalmi elnyomás, annál jobban biztos lehetsz abban, hogy a hatalomban elnyomók vannak. Jó? Tehát ugye nem lehet az elnyomókat falhoz állítani és lelőni, mert akkor azzal mi is elnyomók vagyunk abban a pillanatban, gondold végig. Tehát a szociális ember nem csinál ilyet.
hanem megtanulja az elnyomást kezelni. Érted? Tehát lehet kezelni az elnyomást. És megtanulja az ember azt, hogy ne reagáld le negatívan az elnyomást, érted? Hanem helyesen reagáld le. Tehát ne ösztönből reagáld le az elnyomást, hanem úgy, ahogy kell, ahogy adott helyzetben éppen kell az elnyomást lereagálni, úgyhogy ne akarjon utána az illető elnyomni. Érted? Többet. Úgy. Jó? Ennek megvannak a módjai, hogy hogy kell ezt csinálni. Ennek ugye van fizikai megnyilvánulása is, és szellemi megnyilvánulása is. Jó, tehát lényeg az, hogy egy csodálatos dolgot végzünk. Meg kell keresni ezt a 4%-ot, akik azonnal nyitottak arra, hogy legyen itt a jövőben aranykor. És minél hamarabb meg kell keresni őket. Bolygószinten. Ezért kellenek olyanok, akik nem csak egy nyelven beszélnek természetesen, jó? Hanem több nyelvűek esetleg. És hát ki kell terjeszteni a tudást a világunkra, hogy egy jobb világ legyen. Érted? Tehát gondold végig, addig volt az emberiségnek jó világa, ameddig a tudást átadták. És ez meddig volt? Ez az egyiptomi, alexandriai könyvtár felgyújtásáig volt. Hát az az ókorban, ugye Egyiptomban volt, és akkor onnantól felgyújtották, és ez a tudás, ez hamuvá lett. És akkor egy pár generáció után már elfelejtették, hogy mit is kellett ott tanulni. És ez a tudás, annak ellenére, hogy nincs alexandriai könyvtár, ez a tudás, ez megvan. Ez egy olyan tudás, amit az embereknek át kell adni. Jó? És ezt a tudást, ezt átadjuk. És azért, hogy például olyan dolgok is vannak benne, hogyha az ember megismeri a saját származását, nem a földi származást, nem az őseid, nem a családfád kell neked, hanem az, hogy mint lélek, hogy honnan jöttél meg, mint emberiség, miért vagy itt? Ezt kell tudni, tehát mint ember, miért vagy itt? Akkor az ember egész másként kezd el működni. Vagy például megtudod, mindenki megtudhatja, hogy egyáltalán neked személyesen mi a küldetésed. Tehát neked személyesen. Jó? Tehát, hogy miért vagy itt? Tehát, hogyha nyitott vagy a szellemi fejlődésre, akkor te nem akárki vagy, hanem, hogy szoktuk ezt nevezni? Mi vagy? Fényküldött, így van. Akkor te egy fényküldött vagy. Tehát az azt jelenti, hogy a lelket mindenütt fénnyel ábrázolják, és amikor látjuk a lelket, például mondjuk valaki képes erre, hogy lásson egy lelket, azért mutatom így, mert az egy gömb, tehát lássuk, vagy például egy gép le tudja fotózni, mondjuk egy videókamera, vagy egy fényképezőgép, akkor ez mindig akkor látszik, hogy a sötétben egy fénypont, érted? Tehát egy fény. És nem a távolból jövő fény, hanem maga egy fénygömb gyakorlatilag. És ugye fényből jöttünk, fények vagyunk, ugye ezért ugye hívják ezt fényküldöttnek, mert a fényből jöttünk. És a fényküldötteknek az a feladata, hogy egy magasabb rendű tudást juttasson el az emberek számára. Érted? Tehát, hogy felvilágosítsa őket, hogy gyertek és tanuljatok. És fogjunk össze, és működjünk együtt, és majd megtanuljuk a feltétel nélküli együttműködést is. De ha most érdekből történik az együttműködés, az se nagy baj, az a lényeg, hogy legyen együttműködés, jó? Jó, tehát milyen feltételekkel lehet itt nálunk tanulni, és hogy működik a közösségünk, bár aki itt most látja, az
ugye látja, hogy közösségben vagyunk, itt a nagy része az embereknek, ugye, aki itt van, az tanuló. Ezért, hogy ez, erről még legyen egy-két szó szólva, visszaadom a szót a házigazdáinknak, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a mai előadást, mert elmondtam, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH tanuló a PPH-hoz, és itt elkezdtem tanulni. Hát nekem is az életem legjobb döntése volt. Azt tudnám mondani, hogy én áldásként tekintek arra, hogy itt tanulhatunk, hiszen enélkül a tudás nélkül ma nem tartanánk ott, ahol tartunk. Nem élnénk olyan boldog életet, olyan nyugodt életet és stresszmentes életet, amilyent most élünk. Ugye beszélt itt mesterünk elnyomókról, mi már elmondhatjuk azt magunkról, tehát mivel vállalkozóként dolgozunk, nekünk nincsen főnökünk, aki beosztja a napunkat, tehát nincsen, nem élünk elnyomásban. És ezáltal sokkal jobban tudunk fejlődni, sokkal jobban tudunk haladni az életünkben. Tehát itt olyan tudást kapunk, hogy nem csak felnyitni tudjuk az embereknek a szemét, hanem tudunk ajánlani egy olyan tudást, amivel ők is jó állapotba kerülhetnek, amivel ők is kijöhetnek azokból a nehéz élethelyzetekből, amiben jelen pillanatban vannak. És ugye tudjuk, hogy erre nagyon nagy szükség van ma a bolygón, és ha belegondoltok, akkor nem csak a felnőttekről van itt szó, hanem a gyermekeinkről is. Tehát anyaként, és sok nőt látok itt a sorokban is, akik anyák, nagymamák, tehát szükség van arra, hogy a gyermekeink, az unokáink, hogy ők is egy jobb világban éljenek. Hogy tovább lássanak annál a szemellenzőnél, amit próbálnak ránk húzni. Hogy a világnak nem ilyennek kell lenni, hanem szépnek kell lennie, boldognak kell lennie az életüknek. De ezért tenni kell. Tehát ezt nem fogják ingyen adni. Mint ahogy a születésünket sem adták ingyen, és az egész életünkben nem kapunk semmit ingyen, mert amit ingyen adnak, azt tudjuk, az nem nagyon ér, legalábbis nem értékelik az emberek, de az, hogy tudást szerezzünk, az a legfontosabb a magunk számára. Mert akinek tudása van, na azt nem vehetik el tőle, azt nem vehetik el tőlünk a tudást, és azzal tudjuk csak jobbá tenni az életünket, és szebbé a világunkat. És ugye ezzel a küldetéssel, amiben csatlakoztunk Szedlacsik Miklóshoz, hogy ezt a küldetést végrehajtsuk, ebben egy szebb világot akarunk létrehozni, ez tudás nélkül nem fog menni. Úgyhogy én buzdítok mindenkit arra, hogy aki még nem kezdett el tanulni, nem kezdte el fejleszteni magát, hogy ezen az úton végig menjen, hogy egy szebb világ létrehozásában részt vegyen, az mindenféleképpen tegye meg. Hiszen az eredmény az majd magáért fog beszélni. És itt a PPH-nál egy közösségben vagyunk, ahol nem engedjük el egymás kezét, és mindig segítünk egymásnak, és ha valaki elveszettnek is érzi magát, mindig van valaki, akit megtalálhat és segíthet. Ugye vannak itt vezetők, de ha mi nem tudunk segíteni, akkor Szedlacsik Miklóstól kérhetünk segítséget. És mindig megvan a megoldás minden élethelyzetre. És ez a lényeg. És így kell működnie egy aranykori közösségnek, amit mi már itt kicsiben élünk. És ez nagyon-nagyon jó. Jó érzés ebben a világban, ugye, ami itt van. És ne higgyétek, hogy ez csak velünk van így, hogy egyre jobban élünk, egyre boldogabban élünk, hanem akik itt tanulnak, mindenki azt mondja el, hogy egyre jobbá válik az élete, hogy sokszor úgy gondolja az ember, hogy olyan csodák történnek vele, hogy ma kigondoltam valamit, és aztán egyszer csak azt veszem észre holnap után, hogy már meg is valósult. És minél többet teszünk azért ezen az úton,
egyre gyorsabban jönnek ezek a csodák, és egyre több segítséget kapunk a fentiektől. És ezt nem egyszer tapasztaltuk meg, hanem számtalanszor. Tehát, ha te is szeretnél ilyen csodákat az életedben, akkor én nagy szeretettel hívlak, hogy gyere ide tanulni, és fejleszd magad, és ne halogass. Mert a mulasztás az nem jó dolog az ember életében, a halogatás. És utólag meg, mert nagyon sok tanuló van, aki itt elmondja, hogy ó, bárcsak már évekkel ezelőtt jöttem volna ide. Mikor az első PPH-sba belebotlottam, akkor már jönnöm kellett volna. Hát ez így van. De még hogyha már találkoztál sok PPH-ssal, és még mindig nem tanulsz, tehát nem késő elkezdeni, hiszen a tudás itt van, a tudást megkaphatod. A képzéseink minden szerdán és vasárnap vannak, havonta átlagosan 30 óra. Havi 200 ezer forint értékben kapsz képzést, viszont nem ennyibe kerül, hiszen az első havi tandíj 19.700 forint, és a második hónaptól pedig 12.500 forintba kerül. Ha kiszámolod, akkor rájössz, hogy a havi képzés a 12.500 forinttal 420 forintra jön ki egy óra, tehát várunk ide szeretettel, és hogyha próbáld ki 3 hónapra a tudást. 3 hónap most csak 44.700 forint. Amennyiben szimpatikusnak tűnik az ajánlatunk, személyes részvételéd esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. A szünet után egészségteremtő coachképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.